Elkaptátok végre Koreát. Igen, igen, ez nagy öröm számunkra, hogy végre sikerült megvennünk őket. Az elmúlt 3 évben szerintem nem sikerült, vagy talán 4-ben is. Úgyhogy így még értékesebb lett a győzelem, hogy hiába csak a 3. helyet érte, de ettől függ azon, hogy az, hogy Koreát sikerült végre megvennünk, az nagyon értékes győzelem. Nyilván aranyért jöttünk, tehát mindig az aranyért jövünk, de a bronzéremnek nagyon nagy értéke lett így, hogy Koreával vívtunk a 3. helyet. Figyeltem a végén, hogy éltétek meg az utolsó kört, amikor Aaron vívott. Biztosak voltatok benne, hogy ez behúzza? Igen. Én nagyon bíztam benne. Ezeket ő be szokta húzni. Mi volt itt a kulcsa bronzmeccsen? Nagyon higgadtan meg tudtuk csinálni azokat, amiket terveztünk, és igazából ez volt a fő dolog. Emiatt sikerült nyernünk. Erőt és tapasztalatot kell, hogy ez adjon. Egy bronzmeccs mindig más, mint a döntő, azért egy picit már indisponáltabb mindenki, nem annyira fókuszált, koncentrált. Ugyanakkor itt voltak tipikus akciók, amikből lehet készülni. Adtunk olyan találatokat, amiket biztosan elő fogunk tudni majd venni Tokióban is. Ezeket el kell raktároznunk, elemeznünk kell még ezt a mérkőzést. Bízom benne, hogy jól fogjuk tudni használni a tapasztalatokat. Hogy éltétek meg ezt az egész versenyt? Nagyon régóta nem volt nemzetközi verseny, most léptetek itt újra pásra egy év kiadás után. Hát nehéz egy év van mögöttünk, természetesen örülünk, hogy Pástra állhattuk, és újra itt a nemzetközi mezőnyben megmutathattuk magunkat. Én sajnálom, nyilván az egyéni versenyt nem sikerült, pedig nagyon rajta voltam, és koncentráltan próbáltam odaállni. Akkor azt gondolom, hogy nem jött ki belőlem, ott nagyon meglátszott az egyéni verseny alatt, hogy kihagytam egy évet. Maga a feelingje az egésznek újra visszaszokni, kórumba behívnak, élesen vívni az első tustól kezdve, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben vissza kell nekem rázódnom. Nem is kicsit, hanem nagyon, és az, hogy teljesen fókuszáltan álljak oda már az elejétől kezdve, de azt gondolom, hogy ma már azért tudtam bizonyítani a többieknek is, illetve az edzőmnek is, hogy azért van még bennem bőven, és igenis ott lehetek akár az esélyesek között az olimpián, illetve az, hogy csapatom azért tűnik ezek alapján, hogy bármi esély megvan az aranyéremre is. Fantasztikus, és már tegnap nyilatkoztam, hogy az örömömnek a 90%-át az adja, hogy újra Páston lehettem egy nemzetközi versenyen. 10%-át az most már eredmények. Nagyon örülök, hogy 2 éremmel sikerült visszatérnem a csapattal is. Egy sajnos elvesztett elődöntő után fel tudtunk állni, én is össze tudtam szedni magam fizikálisan, és meg tudtuk verni azt a Koreát, akiket évek óta nem nagyon csíptünk el. Úgyhogy ennek külön örülök, és hát remélem, hogy lesz ennek folytatása. Nagyon vártuk már, hogy végre nemzetközi versenyen megmutathassuk magunkat, hogy végre azokat az akciókat, amiket már egy éve próbálgatunk, azokat végre élesben is végre tudjuk hajtani, úgyhogy na, jó élmény volt. Mentek élesben is azok az akciók, amiket gyakoroltatok? Nagy része igen. Jól sikerült, azt gondolom, ez a főpróba, de hát van még mit javítani azért Tokióig. Például az oroszok ellen mit rontottatok el? Ott egy picit hagytuk őket fölénk kerekedni a közepén a mérkőzésnek, és már nem tudtunk visszajönni a végére. Igazából az nem csak technikai, taktikai hiba volt, inkább talán hagytuk mentálisan felülkerekedni őket. De most mérhettétek le, hogy hol tart a csapat? Jó úton haladtok jóba? Szerintem jó úton haladunk. Tényleg az, hogy most itt sikerült megvennünk a Korea csapatát, az egy nagyon fontos lépcső lehet az olimpia szempontjából. Eddig is azon dolgoztunk, hogy megverjük őket, eddig nem jött össze, nyilván kicsit szomorúbbak voltak ők is, és mi is az, hogy a 3. helyért küzdöttünk, de azt gondolom, hogy mi jobban fel tudtuk tüzelni magunkat, és nyilván hazai közönség előtt, amennyien itt voltak, tudtuk vívni, az érem az mindig érem, tehát én nagyon örülök annak, hogy bronzérmet sikerült megint szereznünk, most már azért sok idő után. Sajnos nem sikerült, úgyhogy meg hosszú volt az 1 év is, úgyhogy jó lesz újra a dobogóban. Ez egy első állomás volt egy 1 éves kiadás után. Még nem dolgoztuk fel azt, hogy mi is történt minden itt. Biztos, hogy sokat fogunk beszélgetni erről, elemezni az ellenfeleket, a mezőnyt, mi változott, és haladunk tovább.